1937-ben, február 24-én született Zsivócki Gyula, aki 1968-ban... Kibontott hajjal, ahogy táncolt, súlytalan, és szép volt, ahogyan várt rám a párnámon, kócosan. Amikor súgta, ez a város nem boldogít. Szabadulj, menekülj innen, ha mire jutsz, itt senki nem segít. Ha az után átle, és vigaszt keresve búj, Huszák Zsókát hallották, látták. Zsóka, megkérünk, hogy gyere ide hozzánk, és el kell, hogy mondjam most egy titkot. Tessék, Szilárd, ne figyelj ide. Igen? Hogy amikor meghallotta a hangodat a Szilárd, tátva maradt a szája, hogy milyen elképesztően jó hangod van. Ide vagy ide. Ahol szintén itt jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na de hát volt is időd ugye ezt mivelni, ezt a hangot meg élesíteni, hiszen nagyon-nagyon sokat dolgoztál énekesnőként, főleg külföldön. Igen, nagyon sokat dolgoztam külföldön is, itthon is, de 12 év szünet, tehát volt egy a nagyon nagy autó. Munka külföldi, után? Igen, közben. Miért? Ért egy nagyon nagy autóbalesetként dolgoztam Németországban, és egy bizonyos út felé éjjel egy nagyon nagy autóbalesetem volt, úgyhogy egy év kórház és 12 év szünet következett. Azt meg a 12 év szünet az igen, miért? Nem énekeltem egyáltalán. Nem is lehetett volna, nem. Vagy egyszerűen elment a kedve tőle? Elég súlyos volt az autóbalesetem, nagyon sokat, nagyon nagy fájdalmaim voltam, sokat szenvedtem, lett egy maradandó, viszonylag maradandó sérülésem is, a térdem szanaszét tört, és lelkiekben ez nagyon megviselt, és
Itt a lelkiek. Akkor ez a magyarázata annak, hogy a CD, amit a kezemben tartok, ez az első saját CD, igen, ugye? Igen. Tehát ez a 12 év, ez nyilvánvalóan, illetve az, hogy most jelent meg, ezzel magyarázható. Illetve, azért lenne még egy kérdésem, Huszánk Zsóka, a király emléke szívünkben örökké él, és hát most is egy Jimmy dalt hallottunk. Igen, ez a lemez egyébként 2 éve jelent meg. Most lesz egy koncertem a Pataki Művelődési Házban február 26-án. 16 órakor mondjuk. 16 órai kezdettel, igen. Ahová is mindenkit nagyon sok szeretettel várok, és remélem a zöld időjárás nem szól közbe, és eljönnek, mert egy szép program lesz. Ennek az az apropója, hogy lemezem megjelent 2 évvel ezelőtt, és most készül egy második lemez, és ennek lesz egy előélő lemez bemutatója. És még az érdekesség ennek a koncertnek... Bocsánat, minek lesz az előélő lemez Új lemeznek. Ami nem Jimmy dalok lesznek, hanem saját dalok, ugye? Lesznek Jimmy dalok is. Jimmy dalok is? Mert a közönség nagyon szereti, és én is nagyon szeretem egyébként. Uh-huh. Lesznek rajta swingek, jazz, mert jazzkonzit is végeztem, és nagyon szeretem a jazzt. Lesznek Jimmy dalok, és saját dalok is lesznek, pop dalok, amik... Zsóka, miért tényleg nagyon jók egyébként ezek a dalok, és hát köszönöm ugye szépen. A maga az oktáv terjedelme miatt hát nem mindenki tudja elénekelni a Jimmy dalokat, de miért olyan fontos ez? Hát azért van egy jó néhány nagyon jó énekes Magyarországon, hogyha már mástól is átveszel és zseniálisan elénekled, akkor miért ennyire sűrűn és gyakorisággal Jimmy dalokat? Jimmy? Uh-huh. Egyrészt azért, mert a Jimmy daloknál nem csak az a lényeg, hogy 4 oktávon énekel valaki, hanem egyrészt a dalok nagyon gyönyörűek, és a közönség nagyon szereti, szívhez szólóak, dallamosak. Azon kívül egy olyan belső késztetés kell, egy megélt sors, élet, amit tükröznek ezek a dalok, és hát sajnos engem is eléggé megtépázott az élet, tehát közel állnak hozzám lelkiekben is ezek a dalok, és a közönség még kéri, és női változatban azt hiszem, hogy ez egy kuriózum. Ért sokszor az a vált, hogy meglovagolom a Jimmy imázsát, népszerűségét. Ez nincs teljesen így, sajnos az én pályám úgy alakult, hogy nem igazán sikerült betörnöm a nagy szakmába, és így tehát gondolkodnom kellett 12 év szünet után, hogy mivel jövök újra. És hát igen, mivel el tudom énekelni ezeket a dalokat, hát egy picit fontos volt, hogy női változatban a Jimmy, és a 4 oktáv, tehát egy picit hozzá tudtam tenni a magam kicsit népszerűsítését. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy például ezen 26-ai koncerten például Szakcsillakatos Béla, igen, lesz az egyik kísérője, tehát olyan nevez jazzzenészt sikerült megnyerni, aki azért Európa meg világsztár. Világszerte, igen. Pont kérdeztem tőle valamelyik nap, hogy mikor próbáltunk, hogy hát élek a neveddel, és be fogom mondani, és mondta, hogy ne hülyéskedj, akit már én kísérek, az már egy minősítés. Szóval tényleg jazzkonzit végeztem, és nagyon szeretem a jazzt. Hát azért egy külön világ, külön megmérettetés, mert nem úgy van, hogy felteszem a lemezt, ugye, amik most mennek, fél playbackről dolgozunk sajnos, és akkor mindig ugyanazt hallom, és rá tudok készülni, hogy szállok be, hogy alakítom a dalt. Itt bizony egyszer csak jön egy vemp, és akkor Zsóka, hát lesz, ami lesz, szóval sokkal nehezebb. És akkor te mész a zenekar után gyakorlatilag. Igen, ugye, igen, de most elhatároztam, hogy nem, ők fognak én utánam jönni. És ha most csak így megkérnénk, hogy zenekar nélkül valamilyen jazzes improvizációt énekeljen nekünk, akkor nektek miért? I can give you anything but love, oh baby, that's the only thing I plan to have, baby. Dream of us, dream of us, we sure to find happiness, and I guess all those things you always pant for, és a többi. Nagyon jó. I'd like to see you looking swell, Felé egy zenekarra, kedves Zsóka. Nagyon jó volt, köszönjük szépen. Köszönjük, és akkor mondjuk el még... fog magyarul. Ja, és akkor mondjuk el minden esetre még egyszer a koncert időpontját. Február 26-a, Pataki Művelődési Ház, ez a 10. kerületben van, könnyen megközelíthető, és mindenkit várnék sok szeretettel, nívós szereplők lesznek, Miklós Tibor lesz, Nagy Anikó, Miklós, Tibor kislánya, Eponin,
akkor Bokor János és Petrik Balázs. És Huszár Zsóka, és most megkérjük, hogy még akkor énekeljenek. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Nagyon szépen sok köszönjük. Sikert kívánunk. Jó, és akkor addig még mondjuk el még egyszer, tehát február 26-án a Pataki Művelődési Központban Budapesten 16 órakor lesz a koncert. Egy jó angol úr hozzám simul, itt adobok én angolul. Oh, be happy, légy boldog velem. Egy igazi úrnak, egy lordnak mit mondhatnék? Csak nézem a cuccát, söpröm az utcát, bármerre lép. Ő, mint egy fény azon, szembe jön rám, köszön, elolvadok én. A csókja végzetes, kellemes, szellemes, mint egy angol regény. Hát ki olvasom, nem is tudom, mi az én nagy bánatom. Érdekes egy megnyerő mosoly, akár a szél susog, beszél, amit mond, nem komoly. Ne légy szamár, a férfi vár, ne álljulj rögtön el. Nem éri meg, legyél hideg, akár egy frigider. Ha most egy jó angol úr hozzám simul, itt szólok én angolul. Oh, I'll be happy. Zsókának köszönjük a szép dalt újra, és itt van már velünk Bálint gazda újra a telefonon.